A földtágulását modellezzük, a kosárlabdát bevontam vékony gipsz réteggel, levegőt fogunk belefújni, segítségemre lesz a munkatársam, Katona László, próbáljuk meg, mind a kettővel. Jó erősen. Szerintem elég lesz. Jó. Tehát, ha megnézzük, a levegő felfújta a gipsz alatt lévő labdát, és láthatjuk, hogy a gipsz töredezik, tehát megjelent alatta a barna színű képződmény a repedések között, és tulajdonképpen ezek a repedések azt jelképezik, vagy jelzik, hogy medencék és árkok keletkeznek, ahogy a kőzetlemezek egymástól távolodnak.